Csütörtökön folytatódnak a tárgyalások Donald Trump amerikai elnök és Kim Jong-un észak-koreai vezető között Hanoiban. A szerdai tárgyalási napon történtekről egyelőre keveset tudni. A felek reggel futottak pár udvarias kört, a későbbi sajtótájékoztatón pedig elégedetnek mutatkoztak. Nem a gyorsasága fontos, mondta Trump. Abszolút értékelem, hogy nincsenek rakétakísérletek, vagy lövedék, vagy más ilyesmi. Szóval értékelem. És Kim elnökünkkel nagyon jól beszélgettünk tegnap. A szünetben a két vezető derűsen sétálgatott a tárgyalások helyszínéül szolgáló szálloda kertjében. A második Kim Jong-un-Trump találkozótól az amerikai fél a koreai nukleáris leszerelésben remél kézzelfogható előrelépést, míg a kommunista Észak-Korea a szankciók enyhítését várja.